Mostak, vágtak, szárítottak. A Kossuth Lajos Szakképzőiskola 14 tanulója látogatta meg hétfőn a Likócsi Segítőház lakóit, hogy a karácsonyi ünnepek közelettével különleges ajándékkal lepjék meg a rászorulókat. A végzős fodrásztanoncok szerint fontos, hogy segítsenek embertársaikon, de természetesen a gyakorlat szempontjából is lehetőség ez a kezdeményezés. Nagyon szívesen segítünk az olyan embereknek, akik rászorulnak, és szeretnénk ezt hagyományként minden évben újra és újra visszajönni, segíteni az embereknek. Nagyon nagy örömet okozunk nekik ezzel, most is nagyon-nagyon hálásak voltak minden szavukkal, tényleg én is megnyírtam 4 embert, és olyan szívesen és hálásan mondták, hogy azt el nem lehet mondani, és főleg így az ünnepek előtt azt gondolom, hogy ez nekik hatalmas nagy ajándék volt. A délelőtti fodrászkodáson Vámosi Nézalka Ágnes szakoktató vezetésével közel 60 hajléktalannak varázsoltak új külsőt a diákok. A résztvevők közül pedig kivétel nélkül mindenki elégedett volt új frizurájával. Nagyon örültem, mikor mondta a főnökasszony, hogy jönnek a fodrász hölgyek. Megköszöntem néki, és nagyon kíváncsi voltam önökre. Szépen köszönöm a kedvességüket. A kossuthosok a jövőben is szeretnék folytatni karitatív tevékenységüket, így már most készülnek a következő évre vonatkozó tervek. A térítésmentes felhívás számukra is óriási sikert jelentett, hiszen munkájukat nem csak szakmailag, de emberileg is értékelték a Likócsi rendezvényen.